A Bonyhádi Naplót látják, köszöntöm Önöket. Tevelen tartották meg a völcségi önkormányzatok legutóbbi társulási ülését. A települések vezetői a Magyar Falu programról hallhattak tájékoztatót. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár kiemelte, több mint 1000 település pályázott a Magyar Falu program első két pályázatára. A Magyar Falu program 2019-ben indult útjára. A programban azok a települések vehetnek részt, amelyek lélekszáma 5000 fő alatt van. A Magyar Falu programra a kormány 150 milliárd forintot biztosít. Ennek a programnak a pályázatairól beszélt Tevelen Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár. Kiemelte, hogy a beadott pályázatok sikeresnek mondhatóak, hiszen több mint 1000 település nyújtotta már be az első két pályázatra a jelentkezést. 2019. február és november között 13 célterületnél jelennek meg majd meg pályázatok a Magyar Falu programban. Eddig kettő jelent meg, a nemzeti és helyi identitás tudat erősítése, illetve a helyi egyházi közösségi tereknek a fejlesztése. Mindkét pályázatnál május 15-én járt le a pályázatok beadási határideje. 949 egyházközösség pályázott az egyházi jellegű pályázatnál, illetve a másiknál 1216 önkormányzat jelentkezett. Én azt gondolom, ezek a számok is bizonyítják azt, hogy milyen nagy az érdeklődés a pályázatok iránt. Én remélem azt, hogy a választókerületben is sikerül úgy elosztani a pályázatokat, illetve megbeszélni a polgármesterekkel, hogy ne csak egy-egy célterületen induljanak el, hanem mindenki a legszükségesebb pályázatot nézze ki és oda jelentkezzen, annak érdekében, hogy teljesen arányosan lehessen elosztani a pénzt, és egymás között már az beadást is meg tudják beszélni a polgármesterek. A völcségi önkormányzatok társulási ülésén részt vett Bonyhád polgármestere, Filóné Ferenc Ibolya, aki azt mondta, hagyománnyá vált, hogy a társulási üléseket olykor más településen rendezik meg. A polgármester kiemelte, hogy a társulás pénzügyileg pozitív évet zárt. Már szokásunk, hogy időről időre egy-egy társulási tanácsülést nem Bonyhádon, hanem valamelyik társult településen tartunk. Köszönjük ezúton is a meghívást. A mai társulási tanácsnak egyetlen egy napirendi pontja van az ülésen, az ászámadás elfogadása, az elmúlt évnek a pénzügyi lezárása. Ugye ilyenkor kerülnek az utolsó mozaik darabok is, pázol darabok is a helyére, és a tényleges pénzügyi elszámolás ilyenkor történik meg. Gyakorlatilag a pénzügyi mérlegnek a tényleges elfogadására kerül sor. Azt elmondhatjuk mind a VÖT-nek, tehát a társulásnak, mind pedig a hozzátartozó gondozási központnak, hiszen intézmény fenntartó is a társulás. A működéséről és a gazdálkodásáról ugyanazt, amit Bonyhádváros önkormányzatéről, hiszen mi irányítjuk a pénzügyi osztályvezető, jegyző, illetve a polgármester, aki egyben a társulás elnöke, ugyanazokat az elveket vallja a társulás szintjén is, mint a Bonyhádváros önkormányzatánál. Egy felelősen, takarékosan megtervezett évet tudtunk véghez vinni. Nincsenek más elveink a társulás 25 település tekintetében sem. Szeretném kiemelni külön a gondozási központot, akik a módosított előirányzatokhoz képest is lényegesen nagyobb bevételekre tettek szert az elmúlt évben. Ez köszönhető annak, hogy egy nagyon aktív vezetése van az intézménynek, minden lehetőséget megragadnak arra, hogy plusz forrásokat teremtsenek pályázatok útján az intézmény működéséhez, és ez alapján segítették és könnyítették meg a munkánkat, és valamennyi településen ellátják a feladataikat. A Magyar Falu programban többek között lehetősége van az önkormányzatoknak felújítani orvosi rendelőket, úthálózatokat, polgármesteri hivatalokat, valamint nevelési, oktatási intézményeket. A pályázatok jó lehetőséget adnak a kisebb településeknek arra, hogy ezekkel a fejlesztésekkel felzárkózzanak a városok mellé. Az adózás volt az egyik legfajsúlyosabb kérdés a Bonyhádi testületi ülésen. A beszámolóból kiderült, a nyertes pályázatok révén közel 6 milliárd forint került a város kasszájába, amiből 26 projekt valósult meg. A város vagyona az elmúlt esztendőben 1 milliárd forinttal nőtt. Elkészült Bonyhád város elmúlt évi gazdálkodásának zárszámadása. A gazdasági beszámolóból kiderült, a város vagyonában jelentős gazdagodás állt be a tavalyi esztendőben. Fauszt Józsefné, a pénzügyi osztály vezetője úgy értékelte a tavalyi esztendőt, hogy jól gazdálkodott a város lehetőségeivel. Összességében azt mondható el, hogy a bevételek teljesültek, illetve
egyes területeken túl teljesültek, és a kiadásoknál pedig a szükséges feladatok megvalósultak, a források ezt biztosították, és bizonyos területen megtakarítások is keletkeztek. A Bonyhád Város Önkormányzata költségvetése teljesített bevétele 4,7 milliárd forint volt, míg a kiadási oldalon 3,4 milliárd forint összegű kiadás merült fel. Nyilvánvalóan a különbözet az önkormányzat pénzkészletét év végén növelte, és ezzel a következő évi kiadások forrását is biztosította. A városban azt gondolom összességében azt mondhatjuk el, hogy egy kiegyensúlyozott év gazdálkodása zajlott és folyt, hiszen a működési területen, ahol is az intézményi gazdálkodás lét, hivatal működtetés, városüzemeltetés tekintetében a források rendelkezésre álltak és a szükséges kiadásokra fedezetet biztosítottak. Bizonyos esetekben még kisebb maradványok és megtakarítások is keletkeztek. Jelentős volument képviselt a költségvetésben a beruházásokhoz kapcsolódó pénzösszeg, mondta a pénzügyi vezető. A város a korábbi évi pályázataiban közel 6 milliárd forint összegű pályázati támogatást nyert el. A beszámolóban is számot adtunk arról, hogy itt 26 projektnek a lebonyolítását, vagy bonyolítását végeztük az idei év során is. Volt, amelyik már előző évben kezdődött, volt, amelyik befejeződött, és nyilván lesz olyan is, amely a 2019-es évben, vagy a 2020-as évben még folytatódni fog. Itt a megfelelő mérföldkövek alapján zajlott a beruházásoknak, illetve a projekteknek a megvalósítása. A befejeződő projekteknek is köszönhetően a város vagyona folyamatosan emelkedett. A 2018-as évben 1 milliárd forintnyi volt a vagyongyarapodás. Másodszor rendezték meg Bonyhádon a Lánglovagok és Katonai Hagyományőrzők napját. A május utolsó hétvégén tartott rendezvényre több mint 150 katonai hagyományőrző és 22 tűzoltó egyesület vonult ki. A hagyományaink tisztelete és ismerete arra tanít, hogy megismerjük egy-egy elfeledett kor szokásait, bővítve ezzel ismereteinket különböző témákban. A modern kor vívmányainak felhasználásával ma már interaktívan vezetnek be a történelembe. A második alkalommal megrendezett Lánglovagok és Katonai Hagyományőrzők napjának pedig pontosan ez volt a célja. A rendezvény igazából két évre nyúlik vissza, ez a második, amit közösen rendezünk, de a szakmai múltja és az egésznek az elindítója, az egy 9 évvel ezelőtti projektnek az eredménye. Ezt régebben Hangyási Lajossal közösen rendeztük Hősök napja néven, és mi ezt a szellemiséget vittük tovább a Rolanddal, illetve az egyesület tagjaival. A hagyományőrzők napján 100-nál is több katonai hagyományőrző egyesület képviselte magát. A középkori török hadsereg bemutatásán keresztül egészen az első és második világháborús katonai eszközökig kalauzolta el az érdeklődőket a rendezvény. A háromnapos rendezvény sorozatban igen, mindenki képviselteti magát. Egy interaktív történelemórát láthatnak igazából az ide látogatók a katonai táboron belül. Ugyebár, illetve a tűzoltók bemutatót tartottak, egy látványos bemutató volt a főút mellett, két gépjármű oltását, illetve roncsvágását mutatták be, ez mellett az önkéntes tűzoltó egyesületek folyamatosan biztosítják a gyerekeknek a tűzoltási lehetőséget, illetve a tűzoltó szakma rejtelmeinek elsajátításának a lehetőségét bemutatják. Először is az motivált minket, hogy adjunk az embereknek egy olyan fajta kulturális örökséget, aminek a szellemisége egyezik a mi gondolatunkkal, például az, hogy ahogy te is mondtad, hogy legyen tűzoltó vagy katona, de legfőképpen az, hogy a hagyományainkat tudjuk őrizni. Hisz maga a tűzoltás is egy hagyomány, és a katonaság, és a katonaságból adódó hagyományőrzés is ugyebár egy nemes célszolgáló hagyomány. Az, hogy ebben van egy olyan kis szerencsé, hogy az egyik párosul a másikkal, és esetleg valaki itt fog kedvet kapni ahhoz, hogy tűzoltó legyen, vagy esetleg hivatásos rendőr vagy katona, az már csak egy plusz rát ebbe az egészbe. De legfőképpen a megemlékezés és a eszköré párosuló gyereknap megszervezése volt a fő szempont. A három nap alatt rendkívüli érdeklődés irányult a kiállított katonai járművekre, fegyverekre és a hagyományőrzők egyesületeinek bemutatóira. Ahogy látszik itt a területen is, az idei katonai hagyományőrzők és lánglovagok találkozója, a fesztiválja is nagyon népszerű, nem csak a bonyhádiak, hanem a környező településen élők körében, hiszen már kora reggeltől benépesítették a területet, és ahogy a megnyitóban
alpolgármester úr Szabó Tibor is fogalmazott, megköszönte valamennyi szervező és az őket támogató munkáját, hiszen egy hatalmas előkészület előzte meg azt, hogy itt több mint 150 hagyományőrző, illetve több mint 20 önkéntes tűzoltó egyesület képviseltesse magát, és ez a rendezvény már nem hiányozhat abból a nyári programkínálatból, amely egyébként roppant színes és változatos Bonyhádon, és az ide érkezők, illetve az ide látogatók véleményét is tolmácsolva azt mondták, hogy nagyon nagy változáson és fejlődésen ment keresztül a város. Nem csak itt ez a terület, hanem a település önmaga, hiszen ahogy akárcsak a napi munka során mi tapasztaljuk, jó leső érzés, hogy ezt az ide érkező vendégek is megerősítik. A hagyományőrzők között a fiatalabb generáció is képviselte magát. Győri Eszter azt mondta, szeret eljárni az ilyen eseményekre, ugyanis itt megmutathatják azt az embereknek, hogyan éltek korábban a katonák, és milyen eszközöket is használtak. Bemutatni szoktunk, van, hogy előadást csinálunk, ez a helyszíntől is függő. Hozunk bábukat, amiken kiáltjuk a ruhákat, fegyvereket, amiket még is lehet próbálni. A lánglovagok és hagyományőrzők napjának a legfőbb célja volt az, hogy az emberek a tűzoltó, rendőr és katona szakmák mögé lássanak, és jobban megismerjék a hátterüket, valamint az, hogy az érdeklődők megismerkedjenek a történelem korábbi hadviselési szokásaival, a katonák mindennapjaival és azokkal az eszközökkel, amit egy-egy háborúban vagy bevetésen használtak. Egy 1959-es fekete Volga és egy 57-es Citroen, ezek voltak a bonyhádi veterán autókiállítás legrégebbi és legnépszerűbb darabjai. A kiállítást a lánglovagok és katonai hagyományőrzők napján rendezték meg. Az érdeklődők emellett még különböző szocialista időkből fennmaradt autókat és motorokat csodálhattak meg a bonyhádi régi vásártéren. Ugye emlékeznek még a régi darabra, hogy Trabanton szállni élvezett. Sokan tudják, hogy a korábbi évtizedek autói közül a keleti blokkban a legnépszerűbb automárkák a Trabant és a Lada voltak. De voltak olyan autók is, amik az egyszerű emberek számára elérhetetlennek számítottak. Ilyenek voltak a híres fekete Volgák is. Többek között ilyen autókat tekinthettek meg a bonyhádi lánglovagok és hagyományőrzők zárónapján. A legrégebbi gépjármű azonban nem az oroszok akkor elérhetetlennek számító csodája, hanem egy francia autó volt. Ez az autó 4 éve van a tulajdonomban. Hollandiába vettem, egy kicsit még dolgoztunk rajta, esztétikailag volt mit rajta csinálni, műszakilag az autó üzemképes volt, úgy a motor, sebességváltó, fékek, minden rendben volt, belső kárpitozást csináltuk és újrafényeztük az autót. Hát 4 éve akkor kapott veterán rendszámot, és azóta járok nem minden, találkozóra megyek el, de ami nagyjából itt Tolna megyében van, esetleg még Pécsre. Tehát ilyen 100 kilométeres távolságokra azért nyugodtan el tudok vele menni. A sok mosolyt, amit kap az ember, ha megállok egy benzinkúton, ha az úton találkozok más autókkal, integetnek, ez az autó ez nem vált ki irigységet, ez mosolyt vált ki az emberekből, és úgy látom, hogy van erre igény, az embereknek tetszik. Ez egy visszajelzés a számunkra is, és természetesen én is ragaszkodok hozzá, szeretek vele menni, és másoknak is tetszik, és az örömet okoz, az plusz élvezet. Ez a Skoda Rapid Ferenc János tulajdonában áll jelenleg, aki azt mondta, különleges érzés egy ilyen autó tulajdonosának lenni. Egyrészt azért, mert rengeteg örömet ad neki a jármű, másrészt pedig azért, mert a vezetési élményben nem utolsó egy ilyen farmotoros autó. Hát tavaly májusban lett kész, hát május óta. Egyszer voltunk vele Szlovákiába, kin Komárnóba, meg hát nem is tudom, hát amikor idő adja, magyarán mondva. Múlt hétvégén voltam kin Trabantos találkozón, akkor elvittem az első helyezettet. A vezetési élményben nem ad egy olyan, mint egy új autó, az biztos. Itt oda kell figyelni, itt más, itt érzel mindent. Minden porcikáját, amikor vezeted, érzed az autónak. Ezeket gyártották, az elsőket, a 130-asokat, ami például ez is, vashengerfejjel. Utána kapták meg a 135-ös és a 136-os az alumínium hengerfejet, ami már ezen is található, mert nem az eredeti motorja. És annyit tettem vele, hogy nem karburátoros lett, hanem egy Feliciának a vezérlő egysége, meg a egy központi injektoros motor lett belőle. Már csak azért is, hogy
valamennyivel jobb a vezetési élménye. Hogy lehet vele, nem kell szivatot húzogatni, megvárni, hogy bemelegedjen üzemmelegre, hanem akkor az ember indít és megy vele télen-nyáron. Ebből a szempontból jobb lett, de én nem arra mentem igazság szerint, hogy ót is legyen, mert az egy kicsit másabb rész, de nekem így jó, hogy azért tudjam használni, kicsit jobb legyen, egy kicsit biztonságosabb. Nem csak az autóknak volt különleges formájuk annak idején. A motorkerékpárok sem úgy néztek ki, mint a maiak. Akadtak azonban még különlegesebb motorok, aminek három kereke volt. Ezek voltak az oldalkocsival felszerelt gépek. Ez például egy Ural típusú oldalkocsis motorkerékpár. A tulajdonosa azt mondja, ezt az érzést mindenkinek meg kéne tapasztalnia. Szerinte élmény ezekkel a motorokkal utazni. Nagyon szép feelinget, nagyon jó vele motorozni, és ez egy hobbi, ez egy szenvedély. Ezt másképp nem lehet mondani. Az egyik legnagyobb látványosságnak számított a veterán autók között is az a bizonyos fekete Volga. A szovjet gyártmányú autó a kommunista rendszerben az egyszerű dolgozó számára szinte elérhetetlen volt, és nagy részt a párt felső köreibe vagy a karhatalmi kötelékbe tartozók használhatták. Ez egy Volga M21-es, 1959-ből. A jármű 6 éve van a tulajdonomban, ez tulajdonképpen javarészt én újítottam föl, én csináltam, úgyhogy tulajdonképpen azóta használjuk, és járunk vele hasonló rendezvényekre. Javarészt ugye bármilyen korosztály legyen, az idősebb, fiatalabb, mindenki azért kíváncsian és érdeklődéssel fogadja a járművet. Egy veterán autó kiállítás azért is különleges, mert ilyenkor az érdeklődők tanúbizonyságot nyerhetnek arra, mennyit fejlődött a közlekedés az elmúlt 50-100 évben. No persze meg azért, mert megcsodálhatják a kemény munkával és anyagi kiadásokkal fenntartott, működőképes, múlt századbeni autócsodákat. Minden esztendőben Majoson rendezik meg a Városi Gyermeknapot a Bonyhádiak, azért, hogy az ott élők érezzék az önkormányzati szándékot, fontos részét képezik a városnak. Az eseményen ebben az esztendőben országos csúcsot akarnak dönteni. A tervek szerint elkészül Magyarország leghosszabb palacsintája. Ezek a felvételek még a tavalyi gyermeknapon készültek. A srácok épp a kültös kalácsevésben mérték össze tudásukat. Gasztronómiai különlegességben idén sem lesz hiány, hiszen palacsinta kígyósütési rekordkísérletre készülnek a Majosi sportpályán. 300 méter idején a célunk, 260 méterrel döntöttük meg a tavalyi rekordot Cegléden, és idén 2500 darab palacsintát szeretnénk elkészíteni ehhez. 500 liter palacsinta tésztát kell hozzá bekeverni, és 20 ember fog dolgozni rajta, 10 fogják sütni kint a sátor alatt, illetve 10 fogjuk tekergetni 54 darab sorasztalon a palacsinta kígyót. Kakaós töltettel szeretnénk megtölteni. 3 óránk van az elkészítésére, ugyanis törvényi szabályozások ugye ezt is ugyanúgy szabályozzák, és 5 órakor fogja a Magyar Rekordok regisztrátora hitelesíteni az eredményt. Bonyhádváros évek óta fő támogatója a rendezvénynek. Idén azonban további partnerek is jelentkeztek a szervezésre. Ebbe a közösségteremtő programba, amely egyébként az újjáalakult kolónia alapítvány célkitűzései között is szerepel, nevezetesen, hogy minél több olyan városi rendezvényt, közösségteremtő programot igyekezzen segíteni, támogatni a lehetőségeihez mérten, amely azt szolgálja, hogy minél több helyi családnak, embernek biztosítsunk kikapcsolódási lehetőséget. Nos, hát a hétvégi gyermeknap az abszolút ebbe a sorba tudható be. A város önkormányzata számára azért fontos a Majosi Gyermeknap, mert ezzel deklarálják a két település együvé tartozását. Évek alatt szépen kialakult egy hagyomány, ami szerintem egy nagyszerű kezdeményezés, és én, amióta polgármester vagyok, mindig maximálisan támogattam ezt a kezdeményezést, akár anyagilag, akár pedig a rendelkezésemre álló eszközökkel, és én úgy gondolom, és úgy ítélem meg, hogy miután Majos is Bonyhád része, ezért teljesen értelmetlen még egy külön városinak címkézett programot megszervezni itt Bonyhádon belül, mert ott is otthon vagyunk, együtt vagyunk, és a bonyhádi fiatalok ugyanúgy kilátogathatnak a Majosi sportpályára is viszont, úgyhogy szerintem ez egy nagyszerű kezdeményezés, amit nem megváltoztatni kell, hanem segíteni, és sokáig fenntartani ezt a szép hagyományt. A színes programokat felvonultató rendezvényre mindenkit szeretettel várnak a szervezők. Ennyi volt a Bonyhádi Napló, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!